Szavaztok, szép jó lapot, nagyon sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, még mindig len vagyunk Balcsin, ugye, amikor lejövünk egy gulyás, egy babgulyás bogásba, nyilvánvaló, halljátok a vonatot? Megy a vonat. Na, el szoktuk készíteni, ugye ez hozzátartozik a balatoni kis élelmiszer körültünkhoz. Na, nem is szaporítom a szót, bemutatjuk nektek az alapanyagokat. Ugye itt, amit most kihelyeztünk, nem feltétlen mindenből annyi szerepel a videóba, amennyit itt láttok, de pontosan természetesen le fogok írni mindent. Alex fiam még alszik, feleségem segít fölvenni a kezdő lépéseket, reméljük ő is majd becsatlakozik. Köszönöm. Na, a két főszereplő, Bab, ugye vegyes virágba, nagyon-nagyon finom, nagyon jó vele dolgozni, nagyon kellemes íze lesz az ételnek tőle, de természetesen dolgozhattak akár talkababbal, ami nektek tetszik. Másik főszereplő, marhahús, én általában lapocka, nyak, vagy lábszárral szoktam dolgozni, egy nagyon picit ezek szaftosabb húsok, mint mondjuk a száraz comb része. Egy kevés szalonnát fogok felhasználni, ugye itt az alapokat megadjuk neki, a jó kis füstölt íz, és itt is elmondom, nyugodtan mehet hozzá egy kis kolozsvári, aki úgy dönt, az is tökéletes. Föl fogunk használni paprikát, paradicsomot, sárgarépát, van nagyon szép és nagyon friss gyökerünk, ugye fehérép a gyökér, ennek a zöldjét a petrezselyemből is föl fogok használni. Nagyon szép kis zeller darabunk van, úgy mint a gumója, úgy mint a zöldje is megy a levesbe. Hagyma, fokhagyma, láthattok kétféle paprikakrémet mind a kettőnek, fönn van a videó receptje az oldalon. Ez egy csípős jalapeño és fütyi paprika, ez pedig egy natur édes paprikából elkészített krém. Nézzétek meg, ha van kedvetek, készítsétek el, mind a kettő pompás. Sót fogok felhasználni, egész köményt, édesnemes paprikát, egy kevés őrölt köményt, egy kevés bazsalikomot. A bazsalikomot mindenképp csak a bab miatt, nagyon jó előhozza a babnak az ízét. Ugye van pár babérlevél, amit bele fogunk tenni, és színes bors. Hát így alapjaiba véve, és ugye azt még nem mondtam nektek, nyilvánvaló fogok készíteni egy kis csipetkét, de a csipetkének is fönn van a videója, azt is külön meg tudjátok nézni. Itt, ha most mindent beletennék, nagyon hosszú lenne a videó. Ugye a hagymavágás sem mutatom, arról is van fönn videó, zöldségdarabolásról is van fönn videó, tehát ezeket így külön meg tudjátok nézni, és rengeteg videóanyagban ezek már szerepelnek. Na, alágyújtok a bogrács alá, itt fölvágom a szalonnát, bocsássatok meg, szalonna kockázásról is van a napi hasznosba videó, azt is meg tudjátok nézni. Tehát a lényeg, előkészülünk, beröffentjük a bogrács alatt a tüzet, és elkezdünk gépészkedni. Legelső körbe, mint látjátok, elkezdtük a babgulyást, belehelyeztem a fölkockázott szalonnát, szalonnabőrt, és ezt teljesen most az első körbe ki fogom sütni. Utána ráteszünk egy kevés egész köményt, azt ki fogom pattogtatni rajta. Így nagyon-nagyon kellemes íze lesz a levesünknek, és természetesen a végén egy nagyon pici őrölt köménnyel még fel is fogom tuningolni. Miután kisütöttük a szalonnát, egy kevés, ez körülbelül egy olyan jó evőkanálnyi egész köményt belehelyezek, és igazából akkor fogjátok tudni, hogy jó a kömény kipattogtatása, amikor már nem halljátok ezeket a kis pik-pak csicsat hangokat. Ez körülbelül egy perc maximálisan. Amikor ezzel megvagyunk, hozzuk a vörös hagymát bele, fokhagymát, egy kevés piros paprika, csinálunk egy nagyon gyors pörkölt alapot, jön bele a húsi, és alaposan lepirítjuk. Kipattogott a kömény, rátehetjük vörös hagyma, fokhagyma, ugye itt igazából a vörös hagymát nyugodtan gorombára összevághatjátok, nem kell nagyon finomra, hiszen a főzési folyamat alatt ez teljesen meg fog főni, tehát nem kell nagyon finomkodni vele, nyugodtan a goromba megoldás maradhat. Ezt a hagymás alapot most körülbelül egy olyan jó fél perc, egy percig pirítom, a tűzre nagyon odafigyelni alatta, ugye inkább parázs legyen, mint effektív nyílt tűz, és így lassan, nagyon szépen lepirítjuk ezt az alapot. Lepirult a hagymás alapunk, most hozzátesszük gyönyörű, szép, tűzpiros, édesnemes paprikát, ugye ilyenkor nagyon odafigyelve ne égjen meg, de hiszen mondtam nektek, éppen van alatta egy nagyon pici
tűz, egy kevés parázs, így hát nem fogjuk odaégetni. Hozzáteszem a marhahúst, és igazából innentől kezdve elindítunk egy nagyon kellemes pörkölt alapot, mintha egy jó kis marha pörköltet főznétek. Mielőtt beletenném a paradicsomot, paprikát, mindenféleképpen, ugye mivel pörköltről beszélünk, ezt alaposan le fogom pörkölni, és mint tudjátok, hát a mai hústartalmakról beszélve ki is fog jönni egy jó kevés folyadék a húsból, tehát addig-addig pirítjuk ezt, míg teljesen egy pörkölt alapot nem készítünk, amit rendesen szó szerint oda nem pörkölünk. Nagyon kellemesen elkészítettük magát a pörkölt alapot, alaposan odapirítottuk, és ugye egy nagyon pici víz kijött belőle a húsból, természetes, ebben nincs semmi hiba. Most egyszerűen hozzá fogom tenni a paradicsomot, ugye én ezt leszoktam héjazni, tudjátok, a pöndörkét én nem szeretem, tehát le van héjazva, össze van vágva, jöhet hozzá a zöld paprika, ezt egyszerűen össze fogom forgatni, és ugye szinte, mintha egy marha pörköltet főznétek eddig, teljesen olyan a folyamat. Jöhet hozzá egy kevés darált édes paprika, ugye amit mondtam nektek, meg tudtok nézni, nagyon-nagyon kellemes, és itt a sóval is már úgy kell bánni, hogy ez az édes paprika sóba van eltéve, tehát nagyon óvatosan kell sózni. Jöhet egy nagyon pici fütyi és jalapeño paprika hozzá, de itt igazából ebben nagyon-nagyon módjával, hiszen gyerekek is fogják fogyasztani. Jöhet a fűszerezés, éppen egy nagyon-nagyon pici durvasót teszek hozzá, hozzádobok egy-két, három darab babérlevelet, nagyon kellemes ízt ad neki, jöhet hozzá éppen egy pici bazsalikom, ez majd a babnál fog szerepet játszani, és teszünk most is hozzá egy nagyon-nagyon pici őrölt köményt az érzés kedvéért, és természetesen jöhet a vegyes bors keverék bele, ez is ízléssel. Ha egyébként valakinek őrölt fekete borsa van, az is teljesen jó. Nagyon tökéletes, ennyi egyelőre elég, és ugye mindig mondom nektek, alapízesítés, utána lehet menni, tehát a vége fele rákóstolva megkapjátok az igazi ízeket, és természetesen lehet pótolni azt. Na, hát teszünk még egy nagyon pici fát alá, és nagyon-nagyon lassan ezt az igazi, már kész pörkölt alapunkat tovább főzzük, és csak akkor fogunk jönni, amikor a babnak jön a szerepe. Egy pillanatra azért visszatekintünk itt menet közben, és igaz mondtam nektek, csak akkor jövünk vissza, ha a bab már felhasználásra kerül a levesünkbe, de pár szót azért elmondanék, tehát készül a pörkölt alap, én ezt egy 5-6 deciliter vízzel fölöntöttem, ugye nagyon kellemesen így főzzük meg magát a pörkölt alapot, ami körülbelül ennél a hústípusnál, ugye mondtam, lapockával dolgozunk, tehát ennél a hústípusnál körülbelül egy másfél óra az, ameddig a felére el fogunk érkezni, hogy ilyen fél puha legyen, akkor fog hozzájönni a bab, ugye vegyes virágbabbal dolgozunk, aminek ismételten nagy mérete miatt kell egy jó óra hossza, tehát így fog összeállni egy 2,5 órára a levesünk nagyjából, vagy épp egy nagyon picivel tovább, hát ezt mindenki már kóstolással el tudja dönteni. Na, akkor jövünk, amikor a babot helyezem bele. Visszafőztük a marha pörkölt alapunkat, jó sűrűre nézzétek meg, itt már lehetne is tunkolni, de hiszen nem lehet, mert csak fél puhára van megfőzve, most hozzá fogom adni a babot, ugye ezen cseréltem vizet, és így fogjuk tovább főzni legalább még egy jó óra hosszat, mielőtt beletennénk a zöldségeket, és természetesen már elkészítettem a csipetkét. Ide még öntök egy nagyon pici vizet rá, és hadd szóljon, szuperül haladunk tovább. El is érkeztünk oda, hogy a bab is nagyjából megpuhult, tehát nagyon kevés ideje van hátra, körülbelül egy jó negyed óra, és nézzétek meg ezt a fantasztikus marhahúsos babos tartalmat. Lényegében ezt így egy negyed óra, 20 perc múlva bezöldségelés nélkül is egy jó babos marhaként el lehetne fogyasztani. Na de hát mi most nem ezt főzzük, hanem babgulyást, jöhetnek bele a zöldségek,
és itt a zöldségek téren is elmondom, hogy mindenki amennyit gondol, annyit tegyen bele. Tehát belehelyeztük az ellet, sárga répát, a gyökeret, és ezt természetesen lehet tuningolni. Mi, megmondom őszintén, kevesebb zöldséggel szeretjük, de hát ki hogy kedveli ezt az ételt. Most föl fogom önteni. Ugye a babnál még nagyon-nagyon fontos elmondani azt is, hogy amikor miután beletettétek a babot, mindenképpen legyen magas víztartalom, hiszen a babnak föl kell kapnia a vizet, úgy fog megpuhulni. Tökéletes. Most egyet rákavarunk, ugye lassan már elérjük azt a hatást, a leves hatást, és itt menet közben én folyamatosan nézzétek meg, tehát a bográcsot folyamatosan oldalanként mindig leszoktam mosni, ezt a nagyon kellemes pörzsanyagot innen leszedjük mindig. Szinte a vége fele járunk a levesünknek, tekintsétek meg, kész a házi kis csipetkénk, ezt egyszerűen bele fogjuk önteni, és innentől számítva megint csak főzzük egy jó 8-10 percig. Megmutatjuk nektek a belső gyönyörű szép tartalmat, nézzétek meg, vaj, puha minden. Most már nem teszünk alá fát, egyszerűen csak a parázs van alatta, és most helyezem rá az összevágott zellerzöldet és a zöld aranyat, a petrezselyemet. Igazából itt már nincs jelentősége a főzési folyamatnak, ugye így gyönyörű szépen méreg zölden meg fog maradni ez a zöld benne, friss zöld, és így fogunk tálalni. Nem is teszem följebb a bográcsot, az a minimális parázs, ami még alatta van, az zümmögjön egy kicsit, egy jó 10 perc, és jövünk, tálalunk, megmutatjuk nektek. El is készültünk a babgulyásunkkal, tekintsétek meg. Ugye betekintést adunk nektek a bográcsba, éppen milyen lett, hogy néz ki, nagyon szép, erős tartalom, és itt mindenki addig húzza föl ezt a babgulyást, ameddig szeretné. Mi így egy kicsit tartalmasabban szeretjük, kitálaltunk egy adag ételt is, nézzétek meg, nagyon-nagyon kellemes, úgy, mint kinézetre, ízre, illatra, minden jóság benne van, ami csak ebbe a levesbe kell. Egy kis friss házi kenyér mellé, és azonnal ülünk is le, és 4-5-en ezt gyorsan megesszük. Pontosabban ez az adag, ez egy ilyen jó 3 napos adag, de hát a bográcsba való főzés ugye az nem 2-4 személyre szól. Hát fogadjátok sok-sok szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel, ha tetszett a babgulyás recept, készítsétek el, nem fogtok csalódni benne. Hamarosan ismét találkozunk az újabb receptnél. Sziasztok!